köszönjük ezt a kis bemutatkozást, meg ezt a kis felvezetést. Gyakorlatilag egyébként én akkor elkezdeném a legelején ezt a sztorit. Egyébként a Dávid gyakorlatilag szinte a végéig a legelejétől velünk volt, szóval átélte az egészet. A legelején, amikor elindult a játék, akkor egyébként egy, hát konkrétan csak egy mágus kasztunk volt, azt hiszem, hogy 43 lappal jelent meg az elején, és akkor még gyakorlatilag az üzleti profil úgy nézett ki, hogyha szükséged volt egy lapra, akkor megmondtad, hogy mennyi kell, és megkaptad. Gyakorlatilag nem voltak ilyen kiegészítők, ugye boosterek, amikből ugye véletlenszerűen kinyitottad a lapokat, és akkor ezután gyakorlatilag egy ilyen, hát azt mondom, hogy 3-4 hónapra jelent meg a vadász kaszt, meg a mágus kapott egy kis bővítést, gyakorlatilag ott már ilyen 60-65 lap környékén járt a játék. Ott egyébként még elég kevesen voltunk, gyakorlatilag ilyen, hát 4-8 fős versenyeket számláltunk folyamatosan, elég kicsi volt a létszámunk. Ezután a harcos kaszt már nem önállóan jelent meg, hanem gyakorlatilag 2019. februárjában jött ki az Alpha Setnek az első prototípusa. Gyakorlatilag akkor voltunk nagyjából ilyen 80 lapnál talán. És ott indult el ez a kiegészítős téma. Gyakorlatilag ott az Alpha Setben ugye 80 különböző féle lapot lehetett kiszedni, akkor ugye voltak a lappakliaink, volt egy mágus, egy vadász és egy harcos a lappakli. Gyakorlatilag ezek a kezdéshez jók voltak, szóval, hogy meg lehetett vele tanulni a játékot, viszont nem voltak versenyképes paklik. Ahhoz, hogy el tudni kezdeni normálisan játszani és eljárni versenyekre, ahhoz kiegészítőket kellett venni, vagy éppen a másodpiacról be kellett szerezni a lapokat. Ezután egyébként volt még két kisebb bővítése az Alpha Setnek, és 123 lappal állt meg. Majd elkezdtük az aréna gyakorlat kiegészítőket vinni, ez már gyakorlatilag ilyen 2019 nyara körülbelül. Az első nem is sikerült olyan jól, kipróbáltuk, hogy milyen egy kisebb set, gyakorlatilag 15 lappal jött be a set. Nem volt túl jó a visszacsatolás, és ezt a részt teljes mértékben elengedtük. Az aréna gyakorlat második fele gyakorlatilag egy 33 lapos szettként jött be. Sokkal jobb volt a fogadtatás, sokkal jobb volt az eredmény, és gyakorlatilag már itt hát közel 90% fölötti elégedettségünk volt vele. Ezután egyébként már nagyjából így a napjaink környékén járhatunk, így hát már 2020 elején kezdtünk el dolgozni egy nagy aréna gyakorlat kiegészítőn, ami közel 80 lappal jelent volna meg, és leváltotta volna a versenydíjazást. De már nagyjából tavaly novembertől erős gondolat volt így belső szemmel, hogy mi lenne akkor, hogyha visszahoznánk ezt a régi lapvásárlós rendszert, mert hogy a játékosainknak alapvetően jobban bejött, sokkal kedvezőbb, gyakorlatilag maga a játék gyakorlatilag fele annyiból tökéletesen akár profi szintig játszható ezzel az új rendszerrel, amit egyébként be is vezettünk, és most fog gyakorlatilag kiteljesedni így a hónap vége felétől. Gyakorlatilag ez annyiról szól, hogy minden olyan lapunk, ami jelenleg aktív, szóval, hogy megvásárolható, ez nem kiegészítőből fog kijönni, hanem gyakorlatilag, ha neked szükséged van egy bizonyos lapra, akkor konkrétan a zöld ritkaságot playsetként meg tudod venni, gyakorlatilag ugye nálunk a playset az 4 lapot jelent, és ilyen 4-800 forintok a zöld playsettek, gyakorlatilag ilyen 4000 forintból konkrétan bármilyen kezdőpaklit csak zöldekből simán össze lehet válogatni bármelyik kaszthoz. Ezzel ugye
gyakorlatilag elősegíti azt, hogy bármilyen játékos a számára legjobban optimális paklival, nagyon kevés befektetett pénzből el tudjon indulni. Gyakorlatilag itt ebben a rendszerben minden egyes verseny teljesen ingyenes. Szóval, ha te kezdő, haladó vagy profi formátumon szeretnél elindulni, 0 forintért tudod ezt megtenni. Ez abból is jó, mint játékos szem, gyakorlatilag semmit nem veszítesz. Viszont folyamatosan érdeked lesz az, hogy minél jobban teljesíts, mivel valószínűleg ezt senki nem tudja, de nálunk van egy ilyen valuta, a lélekpontnak nevezzük. A lélekpontnak az a lényege, hogy minden egyes termékünket meg lehet vásárolni belőle. Tehát gyakorlatilag bármilyen kifutott kék, narancs vagy vörös ritkaságú kártyát, ebben a sorrendben növekszik egyébként, ki lehet váltani, és az aktív lapokat is ki lehet váltani ebből. Bár egyébként másodpiaci szempontból a kifutott lapokat jobban megéri kiszedni azokat, amikre igény van, mert ugye így tudjátok eljuttatni azokhoz a játékosokhoz, akiknek éppen nincs meg. Ez neked azért jó, mert igazából lesz belőle pénzed, neki meg azért jó, mert be tudja szerezni, úgyhogy egyébként nem az aktív lapkészlet része. Ja. Nem tudom, hogy esetleg van-e valami kérdés, ami eddig felmerült, mert akkor kitérnék rá. Igen, látom, hogy Gergő már ír. Törekedünk a gyűjtők támogatására, azaz lapokat majd nem adunk ki újra, nem fogunk új lapokat kiadni, majd hogy nem fogunk újra kiadni lapokat. Ennek szerintem semmi értelme, gyakorlatilag maga a játék fel van arra készítve, hogy hát több mint 5000 eltérő lapot gond nélkül ki lehet adni, és hát tartom magam és a közösséget annyira kreatívnak, hogy ez az 5000 ne 5000 legyen, hanem akár 8-12000 féle lap. Ez szép lassan be tud jönni, ez egyébként több 10 évre ellátja a játékot. Nincs szükség arra, hogy egy már kiadott lapot mi újra kiadjunk. És egyébként a gyűjtőket már csak azzal is tudjuk támogatni, hogy nem kell végtelen számú kiegészítőt megvenniük, gyakorlatilag konkrétan az összes kiadott lapunkat meg tudják venni, pontosan tudják, hogy mennyiért. Szóval, hogy megnézed a webáruházat, látod, hogy mennyibe kerülnek a lapok, és be tudod osztani, nem kell megvenni egyből, lehet, hogy te 8 hónap alatt fogod megvenni, mint gyűjtő. De viszont, ha meg te csak mondjuk egy vadászkasztot játszol, akkor neked a harmada se kell a lapoknak. Mert konkrétan tudod, hogy mi az a tematika, amit játszol, tudod, hogy mi az a lapmennyiség, ami neked kell, és csak azokat megvásárolod. A többire nincs szüksége. Ennyi. A HKK-val milyen téren láttál a hasonlóságot? Ugye minőségben gyakorlatilag európai szinten, konkrétan mert a gyártási minőségben magasan a legjobbak vagyunk, gyakorlatilag 350-es nyomat elől hátul fólia, tönkre tehetetlen a kártya, gyakorlatilag elvágni tudod, de attól, hogy játszol vele, nálunk nem kell kártyavédő, konkrétan. Játékmechanikában 100%-ig egyediek vagyunk, gyakorlatilag ez egy, mondjuk úgy, hogy nagyjából úgy kell elképzelni a mechanikát, mintha neked lenne egy csapatod egy MMORPG-ben, akit beviszel, és egy másik csapattal összeméred az erőd. Kártyaszerkezet. Hát figyelj nálunk, ugye gyakorlatilag szintek vannak. Ugye körönként emelkedik a szint, majd van egy sebzés és egy páncélértéke a karaktereknek. És gyakorlatilag ez a páncélérték, ugye ha elfogy, akkor meghal a karakter, de ugye mi elég nagy értékekkel dolgozunk, szóval, hogy egy átlagos karakternek ilyen 20-30 páncélja van, mire leütöd, ebből fakadóan egyébként elég sokat kell számolni.
és senki nem mondta, hogy mi vagyunk az istenek. Igazából ez annyiból szól, hogy különösen figyeltünk a kiemelkedő minőségre. Egyébként, ha leellenőrzöd a kártyák minőségét, te is észre fogod venni, hogy egyetlen egy kiadó sem dolgozik ezzel a minőséggel. Egyébként ennek meg is van az oka, alapvetően nagyon drága gyártani, és hát nem sok kiadónak érné meg ez. Ilyen hosszú egy parti. Hát figyelj, átlagosan egyébként, ha két tapasztalt játékos lepörget egy meccset, az nagyjából ilyen 10 perc alatt meg szokott lenni. Ha két olyan játékos ül le, akik még hát nem annyira tapasztaltak, és mondjuk egy picit lassabb paklival is játszanak, akkor azért előfordul, hogy ilyen 40 perc is lesz egy meccs. Jó, közben, ha bármi eszetekbe jut, akkor nyugodtan kérdezzetek, bárki, tényleg bárkitől elfogadunk kérdéseket, jöhet bármi konkrétan. Jó, Dávid, te hozzászólnál valamit az eddigiekhez? Hát igazából inkább csak így elmesélném így a tapasztalatot, mint amit így a játéka, hogy így tudjuk mesélni és mondani. Hát igen, a versenyekről is arra is kitérek. Én tavaly áprilisban kezdtem el játszani, és azóta így elég aktívan, tehát minden hónapban legalább minimum egy versenyen részt veszek, ha nem is az összesen, valamikor három, valamikor négy, valamikor csak egy, mikor hogy enged az időt, vagy időm. De alapból mindig, amikor menjünk versenyezni, ugye mindig egy pozitív dolog van benne. Tehát mint maga a közösség és mint maga a játék is, nagyon normálisak, akik játszák is a játékot, ugye nagyon az újakat nagyon segítőkezek vagyunk velük, tehát bármiben segítünk nekik, illetve ugye a régi játékosok is, két régi játékosok között is például nagyon normálisak a kapcsolataink, tehát abszolút eléggé szoros így a közösségünk, de abszolút bármikor, hogyha bármilyen új játékos van, akkor nagyon bárki szeretettel várunk igazándból. Igen, egyébként itt egy picit átvenném. Gyakorlatilag alapvetően, ha jön egy új játékos, akkor azért szoktunk neki segíteni, szóval első körben mindenképp én leoktatom, hogy ne kelljen átnyálozni a hat oldal játékszabályt, mert ugye nálunk annyi a tanulás a dolognak, hogy vannak laptípusok, és ha megtanulod a laptípusokat használni, akkor onnan semmit nem kell tudnod, mert gyakorlatilag a lapra le van írva minden. Például, ha tudod, hogy van egy azonnali képesség, akkor bármi van a lapon, ha tudod, hogy az azonnali képesség gyakorlatilag támadás helyett van végrehajtva a támadó fázisban, akkor minden egyes azonnali képességet ki tudsz majd játszani. És ebből adódóan egyébként 5-10 perc alatt tanulható a játék, de ezen felül, hogy például én segítek ugye az újaknak és leoktatom őket, a srácot nagyon készségesen viszik tovább ezt az egészet, és akár még hónapokig összeülnek egy-egy új játékossal segíteni neki, hogy hogyan lehet még jobb a paklia, hogyan tud mondjuk kezdőből amatőr formátumra felkerülni úgy, hogy ő egy közel top 5 játékos lehessen, és ez szép lassan egyébként egy nagyon komoly fejlődést lehet ilyen téren elérni a játékkal. Látom, hogy Gergő újra egy kérdéssel készül. Figyelj, alapvetően én mobilfejlesztésből jöttem át, gyakorlatilag mindig is szerettem a kártyajátékokat, viszont engem nagyon zavart az, és ezért is nem kezdtem bele egy kártyajátékba, nem volt konkrétan olyan ágazat, ahol ezt az RPG stílust hozzák be. Szóval, hogy konkrétan lerakod a karit, felszereléseket adsz neki, fegyvert, páncért, italoztatod őket, és hogy a karakterek játszanak képességeket, szóval, hogy a karakterek csinálják az interakciókat, nem te csak maga az irányítást végzed, szóval, hogy
hogy itt ugye konkrétan ugye van négy karaktered, akik végrehajtanak mindent, amit kérsz tőlük. És úgy hajtják végre, ahogy kéred. Például, amit itt példának tudok összehozni, hogy most van egy új játékosunk, akinek az okoz egy picit, lehet egy picit problémát, hogy például a Magicben úgy van, hogy ott gyakorlatilag elmondod, hogy kivel ütsz, és megcélzod a játékost, vagy például egy Planeswalkert. És ott ugye a védekező játékos választja ki, hogy kivel áll be védekezni. Nálunk ez pont fordítva van. Szóval a támadó játékos dönti el, hogy kit üt, és nem ütheti a játékost, ami kint van karakter. Gyakorlatilag ebből adódóan a támadó játékosnak kell számolni a sebzéseket, ami ugye gyakorlatilag egy ilyen 30-40 páncélos zsoldos leütését jelentheti. Tudnod kell, hogy nagyjából hány kör lesz az, amíg ki tudod végezni az ellenfelek karakterét, és hogy milyen technikákat tudsz az ellenfelet, hogy ezért bevetni, és hogy az ellenfél valószínűleg mivel tud erre reagálni. Szóval, hogy nehogy belefuss például egy olyan lehetőségbe, hogy egy vadászra rádobsz egy hármas szintű azonnali képességet úgy, hogy tudod, vagy nem sejted éppen, hogy például ő egy bénító lövést kijátszhat és semlegesíti a képességedet. Alapvetően, hogy hova szeretnénk eljutni, mi a végcél? Hát figyelj, igazából több ezer kártya, egy szép nagy közösség, és alapvetően az lenne a lényeg, hogy ez egy kisebb sportággá nője ki magát. Gyakorlatilag ugye jelen pillanatban ugye a világban sportnál nem csak a testmozgásra térünk már ki, a sakk is egy nagyon jó sport, miért ne lehetne az ősök hajnala is az. De meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. Na igen, ez a versenyzés téma. Egyébként folyamatosan nyitottak vagyunk arra, hogy egyre több helyen legyen elérhető. Jelen pillanatban Budapesten és Nagykanizsán van folyamatos esemény. Máté Szalkán volt a vírus előtt, de ők most úgy tudom, hogy le vannak állva teljesen. Ha újraindultak, akkor valószínűleg újra fogunk tárgyalni róla. Viszont a többi nagyvárosban egyelőre nincs semmi olyan húzóerő, mint játékos húzóerő, aki elvinné ezeket a versenyeket. Alapvetően ugye emiatt ott még mondjuk ilyen Debrecen, Szeged ilyen helyeken még nem indult el a dolog. Viszont teljes mértékben nyitottak vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben, akár mondjuk egy éven belül, biztos, hogy fog jelentkezni valaki, aki szívesen vinni ezt az egészet. Mi nagyon szívesen támogatjuk egyébként mindenben, szóval, hogy leütök bele, hogy tudjuk ezt megvalósítani, milyen lehetőségek vannak, mi az, amit szeretne beletenni ebbe az egészbe, mi az, amit mi hozzá tudunk tenni ehhez az egészhez, és így egyébként nagyon jó kis szövetségek alakulhatnak ki. Magát a kártyát egyébként megvásárolni a webáruházunkban lehet, de bármelyik eseményen hozzá lehet jutni ezekhez. Szóval a fővárosban egyébként gyakorlatilag, ha látsz egy eseményt, mondjuk van egy kezdőverseny, de mondjuk még nincs paklit, akkor egyrészt, ha gyakorlatilag írsz az oldalnak, akkor valószínűleg ilyen fogok válaszolni. Meg tudunk beszélni egy kicsit korábbi időpontot verseny előtt, amikor picit össze tudunk ülni, megmutatom a játékot, és amennyiben tetszik, gyakorlatilag egy teljesen ingyenes kipróbálás után, közel, ahogy mondtam, ilyen, hát nagyjából ilyen 4000 forintból tudsz venni egy kezdőpaklit magadnak, pont úgy, ahogy te elképzeled, és ezzel be is tudsz ülni a versenyre. A kezdőversenyen egyébként nincs olyan nagyon szigorúan véve a szabályzat, plusz az ellenfeleit, ha tudják, hogy kezdő vagy, mindenben fognak segíteni. Alapvetően hogy igen, a kérdés, hogy mennyi szabályból dolgozunk, és mennyire szabálynehéz a játék, és hogy tervezünk folyamatosan bővülő új szabályokkal. Figyelj, alapvetően a szabályokat nem nagyon szeretnénk bővíteni.
Ennek pont az a lényege, úgy lett létrehozva a szabály, ez is egy picit fordítva működik, itt nem a lapok írják a szabályokat, hanem a szabályok írják a lapokat. Szóval gyakorlatilag van nagyjából olyan 15-16 féle laptípus, amivel tudtok találkozni, mindennek megvan a saját kis működési rendszere. Ezt egyébként nagyon egyszerű megtanulni, szóval nagyjából így a meccs előtt ez a 10 perc az arról szól, hogy a legfontosabb laptípusokat megtanulod használni, és onnantól egyébként szinte teljesen tudsz játszani. Annyi, hogy vannak ilyen, nagyjából ilyen három oldal az a szabályzatban, amik ilyen kifejezések, amiket használunk, de a legtöbb kifejezés egyébként teljesen egyértelmű, szóval, hogy mit tudom én, mondanék egy példát, nem is kifejezések, inkább ilyen értelmezések, szóval, hogy mindjárt keresek is nektek egy példát, hogy fel tudjam olvasni. Alapvetően hogy leírjuk, hogy milyen területekkel találkoztok. Például karaktermező, hogy gyakorlatilag ugye a csatatéren négy helyezkedik el egymás mellett, ezeket gyakorlatilag sorban kell feltölteni a játékot során. Például szabály, sebzés, többszörözés. Gyakorlatilag ugye nem tudsz kétszer többszörözni egy sebzést. Olyat tudsz például csinálni, hogy egyszer duplázod, egyszer felezed, de onnantól se duplázni, se felezni nem tudod. Itt számít egyébként a sorrend mindig, hogy mit, hogyan, mikor csinálsz. Itt például le van írva, hogy mi van, ha azt írja, hogy húzhatsz egy lapot, mert ott ugye gyakorlatilag egyértelműen arról van szó, hogy ha annyit ír a lap, hogy húzhatsz egy lapot, akkor gyakorlatilag azt pakliból kézbe húzod. Ezt leírja. Leírja például, hogy például van olyan szabályunk, hogy a következő körben nem támadhat a karakter, vagy nem használhat képességet, nem kaphat felszerelés, stb. Ez arra vonatkozik, hogy amikor te ezt megcsinálod, ezt az interakciót, akkor a rákövetkező körében az ellenfélnek ugye nem hajthatja végre ezeket a lehetőségeket. És itt még egyébként nagyon sok minden van, ez gyakorlatilag egy három oldalnyi dolog, szóval nem is olyan sok, úgy tudom, hogy a HKK-nak nagyjából 120 oldala van, vagy szerintem sokkal több ugye a rengeteg kulcs szó miatt, mi nem dolgozunk kulcs szavakkal. Versenyeken mivel jutalmazunk? Hát, ez most egy nagyon érdekes téma, mert egyébként most vagyunk benne egy átalakulásban. Eddig úgy nézett ki a verseny, hogy kiegészítő csomagokkal jutalmaztunk, esetleg egyébként lapokkal, nagyobb versenyen, és ott ugye egy picit random volt az, hogy mondjuk valaki nyer akár 10 plusz csomagot, és kinyitja is, hogy mi lesz benne. Mert lehet az is, hogy mondjuk benyitsz 3 legendást, meg 5 epikus lapot, de lehetett volna az is, hogy mondjuk a 15-ből kinyitsz mondjuk 2 epikus, és az már annyira nem jó. Ebből fakadóan ez most átalakult egy kicsit, ugye minden verseny ingyenes lett, meg ugye most már lapokat lehet megvásárolni, és így jött be az, hogy ez a lélekpont, amit mondtam, hogy ez a saját valutánk, gyakorlatilag ebből a lélekpontból, amit nyersz a versenyeken, ebből tudsz majd lapokat vásárolni. És meg tudsz venni olyan epikus, legendás és mítosz lapokat is, amik már kifutottak. Szóval, hogy a másodpiacot úgy lendítjük a továbbiakban, hogy azok a top játékosaink, akik hozzák az előírt top 5 helyezést, elég gyorsan jutnak hozzá ilyen lapokhoz, akik kiesnek ebből, ők picit lassabban, de senki nem veszít semmit, mivel ingyenesek a versenyek. Egyébként nagyjából a megvásárolható lapok azok ilyen 1-1,5-2 éven belül megjelent lapok. Persze, igen, laponként lehet megvásárolni nálunk a kártyákat. Szóval, hogy ha tudod pontosan, hogy neked melyik kártya kell, és éppen aktív, akkor csak simán azt mondod, hogy ezt a lapot szeretnéd 4-szer. És ennyi. Egyébként a zöld lapokat, az ugye a legkisebb ritkaságunk, azokat egyből playsetben adjuk, pár száz forintért gyakorlatilag. És ez okozza azt, hogy például az, hogy legyen egy 30 lapos paklid, mert nálunk 30 és 40 között van a pakli, megéri egyébként leszűkíteni minimumra. Egy 30 lapos paklihoz 8 ilyen playsetre van minimum ugye szükséged, ez ugye 32-re jön ki.
És gyakorlatilag itt, mondjuk azt nézzük, ilyen hát közel 3500-4000-4500 forintból megvan a kész pakli. És nem muszáj kék szóval epikus lapokat játszanod benne, főleg kezdő formátumban arra, hogy például kipróbáld a játékot. De például, ha nem akarsz rá egy forintot se költeni, mert csak ki szeretnéd próbálni, és szeretnél egyet versenyezni, és eljönnél egy kezdőversenyre, én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy valaki hozzád vág egy paklit, amivel kipróbálhatod, és simán mehetsz egyből neki. Jó. Van még kérdés? A lapok egyébként beálltak egy bizonyos erősségre. A játék legelején egyébként inkább ilyen gyakoribb lapok jöttek ki. Azok még nem teljesen tükrözték a játéknak a végleges erősségét, de nálunk nincsen evolúció. Szóval gyakorlatilag az az erősségi metaforma, ami most jelenleg működik, az nagy részt, mondjuk így 80%-ban, mondjuk 5 év múlva is ugyanez lesz, csak annyi, hogy jelen pillanatban a 10 sebzéstípusunkból most még csak ilyen 3-4-et tudsz összerakni, sőt, még kevesebbet is, mert vegyíteni kell az összeset, hogy nagyon erős legyen. Annyiban lesz más a dolog, hogy ugye nálunk úgy néz ki a történet, hogy van 3 kaszt, meg azon belül ugye 10-10-10 sebzéstípus, ugye ezek a sebzéstípusok persze ugyanazok, és az lenne a cél, hogy az évek során az összes sebzéstípus minden egyes szintjén, minden egyes laptípusban legyenek lehetőségek. Szóval, hogy te azt mondod, hogy vadászozni és mérgezni fogsz, akkor a mérgezés mechanizmuson belül is legyen legalább 3-5 különböző olyan archetípusod, amit be tudsz hozni játszani. És ez az, amit mondtam, hogy ez nagyjából egy jó 3-4 ezer lap, amire szükség van ehhez, hogy ez működjön. És ezt nagyon sok idő alatt fogjuk behozni. Ez nem kell evolúció, ez az kell, hogy egyre több lap legyen, egyre több lehetőség. Igen, egyébként szeretnék behozni új termékeket, különféle dolgokat, amik kártyákhoz kapcsolódnak. Igen, egyébként szeretnénk, és a játékosaink egyébként nagyon-nagyon kérik. Valószínűleg egyébként ott fogunk indulni, hogy ilyen pólók, bögrék, stb., amiknek örülni tudnak. Kirakóson egyébként már nagyon gondolkoztam, viszont mindenképp ilyen nagy példányt, számos ilyen 1000, 2000, 5000 darabosra gondolnék, amivel lehet mókolni, és egy tényleg egy igazi nagy, kidolgozott, erős dolog. Plakát is lesz. Gyakorlatilag minden lesz, amit el lehet képzelni. Ezek, hát én úgy gondolom, hogy egyébként évvégén kezdenek majd így szépen bejönni, bár a ruhadarabok szerintem már előbb is. Igen, az ősök hajnala tábor gyakorlatilag szervezés alatt van, csak most ugye az átalakulás miatt egy picit el lettünk havazva. Jelen pillanatban egyébként egy elég rossz hétvégét tudtunk kiválasztani elsősorban, szóval én azt látom, hogy ez nem egy nyári, hanem egy őszi ősök hajnala tábor lesz gyakorlatilag. Hát két dolog jöhet szóba elsősorban, vagy Balaton, vagy Velencei tó. Gyakorlatilag ugye próbálom úgy keresni a partnert, hogy ez legyen viszonylag alacsony áron, és legyen minden olyan lehetőség adott, amit a játékosaink szeretnek, például biztos, hogy szeretnénk bográcsozni, szeretnénk vízsporton lenni, kicsit kikapcsolódni együtt. És ugye ilyenkor egy ilyen tábor nem feltétlen csak arról szól, hogy mi kártyázunk, hanem így közösségileg picit együtt töltünk egy kis időt. Egyébként a közösségünk egy
Hát egy jó nagy család, teljes mértékben. Egyébként mindenki ismer mindenkit, szóval konkrétan úgy szoktunk összeülni ilyen. Nem is vagyunk egyébként sokan, mert ilyen 10 és 18 fő szokott összejönni átlagosan egy versenyen, ennyien szoktak ráérni. És ténylegesen mindenki ismer mindenkit, mindenki rengeteget játszott mindenkivel, mindenki szokott váltani pár szót az ellenfeleivel, a többiekkel. Szóval tényleg ez egy ilyen dolog. Hányan játszhatják a játékot országos szinten? Hát ez azért nehéz elmondani, mert hogy maga az aktív játékos bázis, akik ugye folyamatosan költenek, az nem olyan sok. Viszont én rengeteg olyan emberről tudok, akik még ilyen kezdőpaklikkal néha így otthon leülnek a családdal játszani, meg hasonlók, és még több olyan van, amit csak így gyakorlatilag egyszer elvittek, és nem találkoztunk többet az emberekkel. Lehetséges, hogy van közel 80-100, amiről én tudok, az ilyen 45-50 konkrétan, akik biztos, hogy játszanak vele aktívan. Egyébként a fővárosban vagyunk olyan 25-en, 30-on. Nagyjából egyébként a növekedés az ilyen, hát változó. Egyébként van folyamatos statisztikánk arról, hogy egy átlagos hónapban milyen létszámmal szoktunk játszani, és havonta minimum a 0,5-ös növekedés az van. Viszont egyébként pont a leállás előtt voltak olyan hónapaink, hogy akár ilyen két és feles növekedést is tudtunk hozni egy-egy versenyen. Most a nyár miatt van egy erősebb visszaesés, gyakorlatilag hát szerintem a játékos bázisunk 75%-a nyaral valahol, vagy kirándul, vagy bármi hasonló, csak ne lent kelljen ülni gyakorlatilag egy klubban, vagy bárban, ahol éppen nem vagyunk. Egyébként általában a Ready Player Gamer bárban szoktunk, Ready Player One Gamer bárban szoktunk lenni, meg most egyre többet vagyunk például a Board Game Caféban. Persze, amint hogy a versenyek alapvetően a hétvégére korlátozódnak. Ennek az oka, hogy általában a hétvégén az emberek valamennyire ráérnek. Jól tudom, például a vasárnap az eléggé családos nap nagyon sok embernél, ezt teljes mértékben megértem, viszont szombaton is még rengetegen dolgoznak. Általában nálunk a vasárnap a játéké, viszont úgy épül fel egy hónapunk, hogy minden hónapban van kezdő, haladó és profi formátumú verseny. Gyakorlatilag egy játékos nem minden esetben érdekel, egyébként mind a három. Meg kell nézni azt, hogy egy játékos milyen szinten van. Gyakorlatilag lehetséges, hogy például ha profi szinten játszol, akkor már kezdőre nem fogsz elmenni. De egyébként nem vagy kitiltva, szóval például nincsenek ilyen korlátozások. Azért nincsenek, mert hogy egy kezdő, egy amatőr, haladó és egy profi formátumban teljesen más lapkészlettel tudsz játszani. Így gyakorlatilag egy kezdő formátumban biztos, hogy nem fogsz nagyon erős lapokat játszani, ami azt jelenti, hogy nem fogsz komoly fenyegetést jelenteni egy kezdő játékosnak, és egyébként, most így mellékesen, egy profi játékos, ha leül egy kezdővel játszani, rengeteget szokott neki segíteni. És nagyon jó dolgokat, nagyon jó taktikákat, stratégiai lehetőséget tud megtanulni egy ilyen meccsből egy kezdő játékos. Milyen értéke van a legdrágább lapoknak? Hát figyelj, igazából a közelében nem vagyunk a konkurens játékoknak. Gyakorlatilag a legdrágább játékunk, egy hős, 12.000 forintért szokták eladni. Ez a legdrágább, gyakorlatilag.
ez gyakorlatilag Diana lemezek mestere, ez egy vadász lap, és két dolgot tud, ötös szintű karakter, lerakod és körönként gyakorlatilag, ha dobsz egy lapot, akkor húzhatsz helyette egy másikat, vagy el tudja felezni önállóan a sebzését, és két helyre bevinni a felét, ugye. Egyébként egy átlagos lapunk, most a zöldeket nézünk, akkor ilyen 4-600 forint között van egy playset, ami azt jelenti, hogy ilyen 100 és 150 forint között van egy lap. Elég értéktartóak egyébként a zöld lapjaink is, már ami ugye meta lap átlagosan, de ugye a lapkészletünknek a nagyjából a 75-80% az játszható valamilyen formátumban meta szinten. És innen gyakorlatilag a kék lapok az ilyen 500 és 2000 forint között mennek. A narancs lapok, a legendásak, meg ilyen hát 1000 és 2500 forint között mennek. De itt nincsenek akkora ugrások, és nincsenek ilyen óriási megszaladt árak egyébként. Egy komolyabb amatőr paklit ilyen, hát már ilyen 8000 és 25000 forint között lehet átlagosan összetenni. Bár egyébként vannak drágább paklik, csak nem feltétlenül éri meg a legdrágább lapokból építened a paklidat, mert nem fognak együtt jól működni. A profi szinten vannak már ilyen, hát közel 40000-es paklik, de az már így közel, de szerintem a tetején nagyjából a fölött bőven nem éri meg összerakni őket. De hogy itt azért vannak ilyen árések, szóval hogy te, ha te egyértelműen úgy akarsz játszani, hogy nem szeretnél rá nagyon költeni, hanem csak pár ezer forintból akarsz játszani, és akár egyszer akarsz rá költeni, vagy mondjuk csak fél évente egyszer, akkor egyértelműen a kezdő formátum való neked, mert 4000 forintból el tudsz indulni, aztán ha kell mondjuk 2-3 új lap, azokat pár száz forintért be tudod szerezni playsetként, szóval 4 lapot megkapod mondjuk 400 forintért. És akkor azzal már tudod bővíteni, meg variálni ugye a pakkülat. Ha mondjuk kicsit komolyabban akarsz, akkor ott az amatőr formátumot már azért ugye bele kell tenni egy jó 10.000 forintot, vagy 15.000-et, és akkor ahogy jönnek a lapok, attól függően, hogy te mennyire szeretnél variálni, változtatni a pakkülidon, attól függően be tudod látni azt, hogy neked milyen lapokra van szükséged. Mert egyébként gyűjtheted a 3 kasztot, de egy átlagos játékos ugye egy kasztot választ magának is azzal játszik. Mint például tegyük fel, ha most mágust választod, akkor megveszel egy mágus paklit, amivel fogsz menni versenyezni. Tegyük fel, megjelenik 6 féle új lap, amiből egy a te tematikádhoz van. Akkor azt átgondolod, hogy neked kell ez a lap. Ha igen, akkor megveszed, és már meg is van. Nem kell arra várnod, hogy majd valaki kinyitja, hát eladja neked, vagy éppen egy halom kiegészítőt, ugye boostert kinyitni azért, hogy meglegyen, hanem az kell, azt veszed. Ennyi. Nagyon egyszerű a dolog. Az átlag életkor milyen? Hát figyelj, 20 év alatt nagyon kevesen vannak, talán ha 3-an vagy 4-en, ilyen 23 és 35 között vannak a játékosaink. Ez azért van, mert ha elmélyülsz a játékban, oké, hogy tök könnyű megtanulni a játékszabályokat, bár mondjuk alapszinten könnyű megtanulni a játékszabályokat, onnan elmélyülni benne azért picit nehezebb, viszont maga a játék profi szinten borzasztóan nehéz. Vannak olyan paklik, amit konkrétan csak pár játékos tud játszani, mert annyira nehezek, viszont ezek annyira erősek is. Szóval elég nehéz maga a játék, ebből adódóan nagyon fiatalok ritkán játszák. Igen, nemek szerinti bontás. Hát figyeljetek, igazából ez egy olyan történet, hogy tetszik nőknek is, viszont átlagosan inkább úgy vannak női játékosaink, hogy például elkezdi egy srác a játékot, akinek van egy barátnője, akinek tetszik egy picit ez a játék, és ők együtt eljárnak és úgy játszanak a játékkal. Így egyébként van nagyjából hát egy 6-7 női játékosunk. Ezek közül egyébként vannak olyanok, akik nagyon ritkán járnak el, szóval például van olyan, aki csak ilyen 3 havonta egyszer benéz, de van olyan, aki minden versenyen ott van. Szóval elég változó ez a része a dolognak.
jó. Közben nézegetem, hát ha kihagytam valami kérdést, vagy ilyesmi. De nem. Jó. Gergő, van még valami, ami így eszedbe jut? Amit még nem mondhattam el? Igen, hogy teszünk-e valamit a terjeszkedésért, ismerettségért vidéken. Hát figyelj, igazából annyit tudunk tenni, voltunk már lent vidéken, úgyhogy beindítsuk. Ennek gyakorlatilag egy lehetséges menete van. Ha van egy olyan húzóerő, aki szívesen foglalkozna vele, és tartana versenyeket, nagyon érdekli a játék, nagyon szeret és a többi, akkor valószínűleg ő lesz az, aki ugye el tud indítani egy települést. Olyat próbáltunk már egyébként, hogy konkrétan egy üzlet beindítsa, vagy bármi ilyesmi. Én úgy gondolom, hogy ez alapvetően nem feltétlenül működik. Ez kiadóval működik, de hogy nekünk nincs kiadónk, nem is szeretnénk egyébként. Ez egy sokkal lassabb terjeszkedés, egy sokkal lassabb fejlődés. Viszont nagyon stabil, mivel rajtunk múlik minden, gyakorlatilag nem fognak a döntésekbe beleszólni, kiadói szinten meg semmi hasonlók, viszont szép lassan egyébként el tud indulni a legtöbb nagyváros, ebben biztos vagyok. Jó, rendben. Nagyjából beszélnék a játékmechanikáról, mert igazából arra nem sok minden jutott szó, csak felületesen, és szerintem ezt a 15 percet simán ki tudom vele tölteni, mert ez is egy nagyon fontos része a dolognak. Ugye ez egy rendkívül karakterorientált játék. Gyakorlatilag úgy épül fel a rendszerünk, hogy elindulsz 20 életerővel, és kettes szinten. Gyakorlatilag körönként emelkedik a szinted. A karaktereid ugye összesen 4-et hozhatsz le a játékos során, és a szintjüket, amikor lehozod, te kell áldozni életerőből. Gyakorlatilag ez az életerő, ez két dologra fog szolgálni. Az egyik lehetőség az, hogy ugye lehozod a karaktereidet, 4-et összesen. Amíg lent van karaktered, addig te, mint játékos az életerőddel teljesen védett vagy. Gyakorlatilag az ellenfél nem tud átütni, rád életre egyébként nem is lehet azonnali képességet használni, szóval nem lehet rád varázsolni. Gyakorlatilag ilyen téren teljesen védetnek érezheted magad, akkor ha van lent karaktered. Viszont a karaktereket alapvetően meg kell tudnod védeni. Itt jön a másik része a játéknak, az életerőnek, ami nagyon fontos. Fizikai sebzést át tudsz vállalni életerőbe. Ami azt jelenti, ha mondjuk lehozod a 4 karaktered, és tudod, hogy mondjuk marad 8 életerőd, mert annyi italod van, stb. Akkor egy legfeljebb mondjuk 7-es sebzést konkrétan ki tudsz vinni, hogy egybe maradj a játék végén, mert neked az jó. A karakterek. Amikor lehozol egy karaktert, akkor vagy aktívba, vagy tétlenként hozod le. Ha tétlen egy karakter, akkor csak simán elforgatod vízszintesbe. Ez azért lesz jó neked, mert egy körig lesz tétlen, viszont az ellenfél körében kaphatna sebzést. Viszont így az első kapott sebzését teljes mértékben elnyeli. Ezzel a játék elején tudsz egy picit időt húzni, ha kell. Alapvetően, ugye ha meghal egy karaktered például, szóval hogy 4 karaktered van összesen, és ha meghal az egyik, akkor ezt lefordítod és húzol érte egy lapot. Azért rossz, ha meghal egy karaktered, mert nem tudod pótolni. A felszereléseivel együtt lefordul a helyén, és ő halott, és nem tudsz a helyére rakni új karaktert. Ami azt jelenti, hogy a játék addig tart, amíg le nem kerül a 4 karaktered, akik meg nem halnak.
Ha megvan a 4 halott karaktered, automatikusan vége a játéknak. Szóval nem célja az, hogy az ellenfél játékosát megöld, vagy legyőz, vagy bármi, hanem csak a csapatát kell legyőzned. Ez egyébként elég barátságos gondolatmenete is a játéknak szerintem. Viszont csatatéren brutális küzdelmek mennek, gyakorlatilag minél nagyobb egy karakter, annál erősebb, nagyobb szintű ugye annál erősebb, minél nagyobb szintű, annál brutálisabb fegyvereket, páncélokat tud kapni, és annál komolyabb képességeket tud kijátszani. Szóval neked így, ahogy növekszik a szintet, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, ugye most 6-os a legnagyobb, arra kell törekedned, hogy egyrészt ugye ne tudjon beütni életbe, szóval legyen le mindig karaktered, másrészt ugye itt fontos a board control, szóval hogy valamilyen szinten azért irányítsd a lent lévő csatateredet, de minél nagyobb karaktereket le tudsz rakni, minél tovább tudod húzni az időt, mondjuk ha mondjuk 2-es, nagy mondjuk 3-as, 4-es, 6-os, 6-os szintű karaktered van, két 6-os szintű karakter azért egy igen erős előnyt tud hozni a játék során, mert ők ketten gyakorlatilag ott vannak, mondjuk egy 4-es szintű karakternek van mondjuk 20-22 páncélértéke, nekik meg van mondjuk 30-35. És emellé ugye sokkal nagyobb páncélokat tudnak kapni, erősebb fegyvereket, így egy óriási előnyt tudnak neked hozni a játék során. Valószínűleg őket nem fogják egy képességgel lecsapni. Bár egyébként erre is volt már példa, például a mágusnak a lélek csapása a saját és az ellenfele gyűjtőjéből sebez, maximum 40-et. Egy olyan mennyiségű sebzést tudsz kiosztani akkor, hogyha lekerül elég lap a gyűjtőbe, ami azért konkrétan egy karaktert ki tud szedni a játékból. De alapvetően egyébként nem annyira gyors a játék. Ha a vadász játszik vadász ellen, az általában elég gyors, mert hogy a vadász az agrókaszt. A vadásznak annyi a lényege, hogy nagyon papír az összes karakter, szóval minimál, nagyon gyorsan ki lehet őket szedni. Emiatt egyébként a legtöbb pakli játszik is ott páncélzatot, mert kell konkrétan. Viszont elég gyors a vadász, így könnyen szerez előny, viszonylag könnyű vele játszani. A mágusnál van az a lehetőség áradat, gyakorlatilag nincs csapdája egyáltalán, soha nem is lesz. Ezáltal ugye nem tud közvetlenül elhárítani veszélyt, viszont a legjobban tud megelőzni. Vannak falai, gyakorlatilag egy ilyen sziklafal, elektromos háló úgy néz ki, hogy megfogod, berakod a karaktereit, és egy különálló entitás van előtte, amit amíg le nem ütnek, addig nem tud sérülni a karakter, és nem visz át sebzést. Gyakorlatilag ebből egy tök jó előnyt tudtok szerezni, plusz a mágus előnye az, hogy rengeteg olyan képessége van, és ugye jön is még egyre több, amivel konkrétan húzzátok az időt, megfogjátok az ellenfél karaktereit, picit szivatjátok, mondjuk visszakevertetitek a kezét. Gyakorlatilag most jön például egy nagyon érdekes képesség, életerővel játszik egy kicsit, megfogod, egy életerőre feléleszted az ellenfél egy halott karakterét, és kapsz, mint hogy egy páncélra, és kapsz érte 12 életerőt, amivel azért elég komoly dolgokat tudsz csinálni, mivel egyre több olyan hatás van a játékban, így a karakterek vagy éppen a felszereléseik által, amik életerőből dolgoznak. És így gyakorlatilag nagyon-nagyon sokféle lehetőség van, ugye ezek a kasztok nagyon másképp működnek, a harcosról még ugye nem is beszéltem, gyakorlatilag a harcos kaszt egy elég lassú, robosztus, erős, masszív kaszt. Gyakorlatilag erre is épült fel a játéka, ez egy építkezős kaszt. Rengeteg reakciója van, egyre több, viszonylag kevés azonnali képessége, szóval nagyon varázsolni nem tudnak, viszont nagyon nagy páncélértékekkel rendelkeznek, elég komoly kombinációkat tudnak lerakni, szóval van olyan, hogy például egy karakteren lent van 7 különböző kártya, és így szépen felépül neked, mint egy toronyház, és ilyen 60 páncélértékkel lent van a csatatéren, és az azért egy kemény idő, mire le tudják ütni. Szóval ezek a lassabbak, vagy kicsit időhúzósabbak. De például a harcosnak is van agro verziója, ami picit gyorsabb, az meg inkább a profi formátumot játsza, ott is gyakorlatilag ez úgy tudott létrejönni,
hogy van egy olyan nemes, ami ilyen gyakorlóbábokat idéz le, amíg lent van egy gyakorlóbába, addig a két mellett gyakorlatilag nem lehet más karaktert célozni, csak őt, szóval a prioritásban előre kerül. Gyakorlatilag így a háttérben fel tudnak épülni nagy sebzésű karakterek, és a háttérből tudják kiosztani az óriási sebzéseket, anélkül, hogy ők megsérülnének. Ezek a karakterek egyébként hasonlóan, mint a vadásznál, ugye az agro, hát eléggé papírból vannak, könnyű őket kiszedni, bár erre most már azért vannak megoldások, mivel a harcosnak vannak olyan fegyverzetei, amik pajzsot is tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy mint fegyverzet nem csak sebzést, hanem páncélértéket is biztosít a karakternek, ami egy kis előnyt hoz neki. Szóval minden kaszt egy picit máshogy működik. Alapvetően a labtervezés az viszonylag zárt, viszont egyébként folyamatosan kint van egy labbeküldős lehetőség, plusz szoktam beszélni a játékosokkal is, hogy nagyjából mi a véleményük, mit szeretnének, mit nem, stb. Meg ha például kint vagyunk egy rendezvényen, általában játékosokkal szoktam menni, például egy mondókon. Mondókonnak az első 3 órája, amikor még nincsenek annyira emberek, az arról szokott szólni, hogy leülünk és ötletelünk, hogy nagyjából mi az, ami szeretnének, gondoljanak ki lapokat, és gyakorlatilag összehozzuk, hogy úgy menjek haza minden egyes ilyen eseményről, hogy felírok mondjuk 10 olyan lapot, ami a játékos ötlete alapján tud tovább menni egy bizonyos irányba. Szóval ezzel szoktunk foglalkozni. Jó. Még valami eszedbe jut esetleg, Gergő? Közben egy úr kattintásai elég hangosan hallatszanak. A játék, mert egy kártya neveinek az ötlete, hogy honnan származnak. Figyelj, igazából úgy indult ez az egész történet, hogy ki lett alakítva maga az az alapvető háttér, amiből ugye elindul ez az egész. Szóval, hogy van 4 birodalom, ezeknek vannak ilyen helységek, települések, ahonnan ugye származnak maguk a karakterek. És a kapásból úgy voltak a legelső karakterek is létrehozva, hogy mindenkinek a nevében benne van egy származási hely és egy identitás. És ez alapján épül fel egy karakternév. Általában a fegyverzeteknél is szóba jöhet az, hogy van valami származása, de ott általában anyaghasználatot szoktunk ugye így használni. Tehát például, hogyha van mondjuk egy fejszénk, akkor lehetséges, hogy az Ősök Hajnala névre gondoltál? Jó, igen, akkor térjünk vissza erre. Az Ősök Hajnala név, hát ez is a sztoriból fakad. Nagyjából úgy néz ki a történet, hogy a háttér sztori szerint van egy ősök tanácsa. Egyébként most pont ezen a sztori kibővítésen dolgozunk a háttérben, ami pár hónapon belül egyébként valószínűleg publikálható állapotba fog kerülni. Gyakorlatilag annyira szól ez a történet, hogy volt egy óriási nagy háború, aminek a hátterében az ősök tanácsa állt, ami egy évezredekre visszavezethető, ilyen ősmágusokból álló kis tanács egy nagy templomban. A lényeg, hogy ezek olyan nagyon hatalmas erejű mágusok, amik gyakorlatilag egyedül el tudnak pusztítani az teljes világot, és pont ezért ugye ők nem használhatják az erejüket. És volt egy konfliktus, amit háború által oldottak meg, gyakorlatilag itt. Volt egy ilyen... A négy királyság közt háborút indítottak el azért, hogy ne tudjon fel senkinek, hogy ők az istenek világa és a játék közti világ között lezárták az összes lehetséges kaput, és átvették az uralmat. Gyakorlatilag maga a világ egy elég zord terület. Úgy néz ki a dolog, hogy nemesek között vannak felosztva a birodalmak,
és aréna harcokban kell a nemeseknek a folyamatos újrafelosztásért küzdeni, hogy náluk maradjanak területek, és oda kell bevinniük ugye a legjobb harcosaikat, hogy gyakorlatilag ugye megnyerhessék ezt a küzdelmet, vagy minél több küzdelmet tudjanak nyerni. Ezek a nemesek vagytok egyébként ti, akik behozzák ugye ezeket a harcosokat. És gyakorlatilag ugye az a háttértörténet, hogy aki az arénán kívül bármilyen harcba kezd, annak élete végéig kell az arénában harcolnia. Emiatt ugye nincs konfliktus magában a világban, vagyis hát minimális, mert ugyanúgy vannak bűnözők, stb. Ezekről lesznek sztorik. És gyakorlatilag ugye ez az aréna fogja, mert hogy tartja békében a világot, mert rákényszeríti a nemeseket a harcra, akiknek egyébként alapból van egy harc vágya, amiatt élvezik ezt az egészet. Viszont ez mellett pedig ők nem kezdhetnek semmilyenféle küzdelembe ezen kívül, mert begyűjtik őket és halálukig kell harcolniuk. Nagyjából ez a sztori. Egyébként én úgy látom, hogy lassan is érkeztünk így a végére. Én úgy látom, hogy nagyjából minden lehetséges kérdést megválaszoltunk. Bár, ha bármi van bárkinek, akkor az még nyugodtan mondja el, hogy mi a kérdése, és szívesen válaszolok rá. Esetleg majd YouTube-on is meg lehet próbálni, hogyha itt most nem érkezik. Minden esetre én köszönöm szépen nektek, Dávidnak is, hogy itt volt, még hogyha sok szóhoz nem is jutott, de kívánom nektek, hogy az ősök hajnala kártya kicsit megerősödjön, még hogyha borzasztóan nehéz helyzetben is vagytok, mint mindenki más, de szerintem különösen. Aztán remélem, hogy előbb-utóbb, nem tudom, hogy mennyi idő kell neki, de úgy érzem, hogy kicsit több, mint inkább kevesebb. De kívánom, hogy megerősödjön és népszerűbb legyen, mint most. Persze, figyelj, ez igazából egy folyamatos, de igen lassú folyamat. Attól nem félek, hogy egyébként ez ne jönne létre, vagy bármi hasonló. Ugye mivel nincs kiadónk, ez egy hosszabb folyamat, ugye lassabban érünk el embereket. Viszont általában akik kipróbálják, azok szeretik a játékot, és ugye a közösségünk is rendkívül jó, szóval minden adott ahhoz, hogy működjünk. Ez a lényeg, kitartás kell, és akkor nem lesz gond. Persze. Köszönöm szépen ezt az egy órát. Azért elég jól kibeszéltük, szerintem minden kérdésre sikerült választ adni, ami így tényleg felmerülhet a játékkal. Aztán, ha legközelebb lesz ilyen, akkor szólj, szívesen jövök. Rendben, úgy lesz. Köszi szépen. Okay. Sziasztok. Köszönöm én is. Sziasztok. Előre.